Est időben. A Pécsi Rádió műsora 18 óra 30 perctől 22 óra 30 percig a 101,7 MHz-es URH frekvencián. A hét minden napján. És mondjuk egy gyorsan, hogy mit is váratnak tőlünk ebben a két órában. Iszlám keresztény konferenciát rendeztek tegnap a Dominikánus házban. Ha kimondjuk a szót iszlám, manapság biztosan nagyon sok minden fog eszünkbe jutni róla. Pedig az iszlám alapvetően az öt legnagyobb világvallás egyike. És az arabok pedig az iszlám vallású népesség csupán igen kis százalékát alkotják, a fanatikusok még kevesebben vannak. A Szentegyet közösség a keresztény-iszlám párbeszéd első lépéseként közös konferenciát szervezett tegnap a Dominikánus házban. A tegnap esti hosszúra nyúlt beszélgetés után dr. Subai Mohamed Aiza komlói gyermekorvos beszélt az iszlám és a két hónappal ezelőtti amerikai tragédia viszonyáról. Mindegyik vallás elítéli az igazságtalanságot, békét akar teremteni az emberekbe, terjeszteni akarja közöttük az Isten tudatot. Együtt tudnak működni például a szegények segítségében, a más országokban, ahol elnyomottak, a kereszténység, meg az iszlám együtt tud ezeket segítségére sietni, az egész vallás erről szól, hogy együtt kell élni. Hiszen mi úgy hiszünk, hogy ez Istentől származik, és az Isten, aki teremtette az embert, ahogy adott neki a vallás, hogy tudjon könnyebben élni, meg békében tud élni az embertársaival. A béke mostanában a muszlim világ számára különös jelentőséget kapott, hiszen kikerülhetetlen, hogy arról is szó esett a konferencián, hogy a szeptember 11-i tragikus eseményekről hogyan vélekedik az iszlám vallás. Az iszlám vallás egy hangban elítélte ezt, ami történt Amerikában, mert ez senki szerintem évesző nem fogadja ezt, hogy ártatlan emberek halnak meg ezreiben. Értelmetlen, hogy most mit tudtak elérni ebben. Én nem hiszem, hogy egy muszlim ember azt követte, mert aki muszlim is hisz az iszlámba, nem csinálhat ilyet. Különbözik egyébként az arab iszlám és a többi iszlám? Nem különbözik, mert most is ilyen érdekes adat, hogy a legtöbb muszlimok mostanában nem arabok, hogy, mert sok az ötöd része az iszlám világnak azok arabok. Ha van eltérés a szokásokat, mert meg a neveket, ennyi az eltérés, mert az iszlám nem akarja, hogy mindenki egy kaptafára készüljön, hanem vannak ilyen legfontosabb esetek az Isten, az imádkozás, ez nem változik. Ilyen szertartások, meg az előírások azon nem változnak, de a szokások, ha beleférnek az iszlám kereteiben, akkor beleférhetnek persze. Született itt a konferencián egy magyarázat is, mely szerint a dzsihádról mi idáig nem helyesen vélekedtünk. Dzsihád alapból azt jelenti erőfeszítés, vagy erőltetés Istenért. Például, ha erőltetem magamat, hogy jól cselekedjek, akkor a dzsihád. Ha Istenért csinálom, akkor ez a vallásbeli dzsihádnak, ami mindenki elterjed. Magyarban nincs más szó, sok a szent háború. Szerintünk, hogy nincsen háború, mi szent. Most éppen dzsihádot végzek, mert mondom az embereknek, mi az iszlám. Ön orvos, ezek szerint az a feladata, hogy embereken segítsen. Valamilyen szinten ez is az iszlám szellemiség megvalósítása ezek szerint. Persze, mert az iszlám tanít engem a Korán, hogy az emberiség az egy apa, meg egy anyától számú, Ádám is fia, és az emberiség, ez testvér. Nekem kötelességem segíteni neki, én eszköz vagyok. Ha az Isten akarja gyógyítani, vagy segíteni ez az emberen, és rajtam keresztül, akkor én szívesen vállalom ezt a szerepet, és boldogan is, akármiért. Van-e vajon arra az iszlámnak valamilyen előírása, amit Afganisztánban ugye a nőkön gyakorolnak, hogy kötelező a csadorviselés? Szerintem az, hogy elfolyoltabb gondolkodás, mert az iszlám, mit ír a hijabról, a nőnek kell takarni a haját, és a mellkasát, hogy ne látszódjon a rejtett szépsége. És ez sok annak látszódjon, aki megillet a férje, vagy az apja, az anyja. És az a csador használata, ez ennyien szokás. Amikor most kitaláltak egy afgán nők felszabadításáért, nem azt találták a csador, pedig a legfontosabb, ami nő szenvedett Afganisztában, hogy nem tanul, miért nem választották a könyv, mint egy
mint egy jel ennek, vagy szimbólum, hogy az afgánok szabadításáért. Kéri Katalin történésszel beszélgetek. Mikor jelenik meg az új történelemkönyv, amelyben nem azt tanulhatjuk, hogy a dzsihád szent háború, és nem azt tanulhatjuk, amit idáig a muszlimról és az iszlámról, hanem azt, amit ön itt említett a konferencián? Azt gondolom, hogy ilyen könyvek nagyon hamar meg fognak jelenni, mert éppen sajnálatos módon ebben a fél évben történtek olyan események, amelyek ezt sietetni fogják, amit én a magam részéről tehetek, és talán ezzel hozzájárulok majd, hogy a tankönyvek megváltozzanak, hogy készítek egy könyvet az iszlám nevelés, művelődés és tudomány történetéről. Ez körülbelül márciusban jelenik meg. Ez a probléma, ez maga egy idős már az iszlámnak a történetével. Tehát Mohamed fellépésétől kezdve folyamatosan értékelt támadások és értékezte a vallást különböző ferdítések. Ön mikor döbbent rá arra történészként, hogy az iszlám nem is olyan, aminek eddig ismerte? Ez egészen pontos dátumhoz köthető. 1996-ban jártam kint Kordovában egy ösztöndíj keretében, és amikor megláttam az ottani, akkor még számomra olvasható spanyol-francia nyelvű forrásokat, akkor döbbentem rá, hogy én itt nem jól tudtam semmit, és ez elsősorban az én területemet, a nevelés és művelődés történetet érintő felismerés volt. A történelem ferdítéssel kapcsolatban már későbbiek az információm, tehát mondjuk az elmúlt 2-3 évben olvastam erről nagyon sokat. Mit ajánlana azoknak, akik szeretnének most utána nézni talán az elmúlt hónap eseményei következtében annak, hogy milyen kultúra is az, amelyet nem ismertünk jól? Vannak magyarul most már nagyon-nagyon jó könyvek, Karen Armstrongnak a könyvei például. Aztán újabban megjelent egy Orientalizmus című kötet, ezt egy Said nevű palesztin, de amerikai egyetemen tanító személy írta, és azt gondolom, hogy aki nyitott szemmel jár, az mostanában már bőségesen talál egyéb könyveket is, amelyek az iszlám igaz arcát mutatják, de annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy nem azok a regények az igazi megismerési források, amelyek mostanában szinte minden sikerlistát vezetnek. Nagy Jánossal, a Szent Egyek Közösség pécsi vezetőjével beszélgetek. A ma esti konferencián sok mindenről szó esett. A kiindulási pontunk az volt, hogy a béke Isten neve. Ez volt az első lépés, ahogy te is mondtad, lesz-e még további? Remélem, hogy lesznek további lépések. December 14-i alkalom, Ramadán vége, amelyre a Szent Atya bőti napot hirdetett meg a katolikusoknak. Ez az alkalom számunkra is lehetőséget ad arra, hogy valamit egy időben szimbolikusan tegyünk. Ez egy imádság lesz, a konkrét formáit még nem tudom. Mindenesetre ezt már tekinthetjük következő lépésnek, és azt hiszem, hogy fontos, hogy az elkövetkezendő időkben kiszélesítsük a párbeszédet, és hogy más fórumokon, ne talántán más vallások felé is közeledjünk. Az iszlámban sok mindent félreértettünk. Mit lehet ezzel ellen tenni, és mit lehet ezután tenni egy keresztény embernek? Újra kell gondolnunk a mi vallásunk és egyházunk hozzáállását is. Különösen gondolok arra, hogy a II. Vatikáni zsinat után nagyon nagy változás történt a katolikus egyház szemléletében, a más vallásokat illetően, és 1986-tól kezdve, amikor is a Szent Atya összehívta a legelső Assisi találkozót, béketalálkozót és békeimádságot, onnantól kezdve még erőteljesebbé vált úgymond a vallások egymáshoz közeledése, és a Szent Egyet közösségnek nagy múltja van a párbeszédben. Ez az, amit tovább kell folytatni, sokat kell tanulnunk.